A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnuszt Csekén. Sajnos a korlátozások miatt idén nem volt lehetőség e jeles nap alkalmából rendezvényt tartani, így most felidézzük a 2019-es ünnepi rendezvényt, ahol Ferenczi Gábor polgármester beszélt a himnusz keletkezéséről, és Czejdli József mutatta be Somló és környéke című 8. kötetét. A Kultúra Napja az egyik legkedvesebb ünnep, ugyanis ez az alkalom lehetőséget biztosít mindannyiunknak, nekünk, magyaroknak arra, hogy megálljunk egy kicsit, és átgondoljuk azt, ami mindannyiunkat összeköt. Átgondoljuk azt, hogy nagyon kevés olyan nép van a világon, amelyik annyira gazdag, régmúltra visszatekintő, szertágazó és színes kultúrával rendelkezik, mint a magyar. Ugyanakkor nagyon kevés olyan nép van a világon, amely a gazdag kultúrkincse ellenére olyan sokat szenvedett az évszázadok alatt, mint a magyar. Miért kötöm össze a kultúrát, illetve a történelmet? Ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye, ahogyan intézményvezető asszony a felvezetőjében elmondta, 1823. január 22-én a kézirat tanúsága szerint letisztázta a himnusz szövegét Kölcsey Ferenc, az egyik legjelesebb írónk. Ugye 1823-ban vetette végleges formában papírra ezt a mindannyiunk számára rendkívül fontos művet. Ugye ez 1829-ben jelent meg a szélesebb nyilvánosság számára. És ugye a műnek az alcíme a magyar nép vérzivataros századaiból utal arra, hogy mennyit szenvedtünk mi magyarok. A történelem fintora, hogy és talán a hazánknak a fekvése is az oka annak, hogy mi folyamatosan különböző külső ellenségeknek voltunk a prédái. De nem elég, hogy külső ellenség dúlta hazánkat, folyamatosan a belső ellenségekkel is meg kellett küzdenünk. És talán az az oka annak, hogy a magyar himnusz különleges abban is, hogy ha érzelmileg nézzük, akkor alapvetően egy pesszimista hangulatú költemény. Ugye a legtöbb nemzet himnusza alapvetően egy vidám hangulatot idéz, a mi himnuszunk mégis azt sugallja, hogy valamiféle transzcendens erőhöz, valamiféle felettünk álló erőhöz kell forduljunk azért, hogy a minket érő folyamatos bajok ellenére megmaradhassunk. Megmaradhassunk magyarnak, illetve megmaradhassunk itt a Kárpát-medencében. Maga Kölcsey Ferenc is alapvetően pesszimista. És nyilván ez a pesszimizmus hozzájárult a mű keletkezéséhez, illetve a mű érzelem világához is. Ennek a pesszimizmusnak az ő szempontjából számos oka volt, hiszen az 1820-as években Európa szerte bontakozott ki egyfajta nemzeti ellenállás, ami alapvetően az egyes nemzetek nemességéhez kapcsolódott, viszont ezek a különböző mozgolódások rendre elbuktak. Hazánkban pedig nem látott arra esélyt Kölcsey, hogy vannak-e olyan emberek, akik hozzá hasonlóan készek áldozatokat is hozni a hazáért. Tulajdonképpen ő ugyanolyan magányban töltötte a mindennapjait Szatmár Csekén, mint amilyen magányban töltötte Berzsenyi Dániel Niklán. És ebbe a magányba lényegében az is, ugye ez a magányhoz lényegében az is hozzájátszott, hogy volt egy gyerekkorából adódó testi fogyatékossága, és egyébként szellemileg sem találta meg azt a társat, aki igazán közel tudott volna hozzá kerülni.
Tehát, hogyha költőként érzékelte a körülötte lévő világot, a hazánkban zajló folyamatokat, azt, hogy első Ferenc Habsburg császár ugye a 20-as években olyan rendeleteket vezetett be, amelyek alapvetően a magyar nemességet sújtották, gondoljunk például az újoncok besorozására, vagy akár a hadiadóra, és ez ellen lényegi ellenállást nem tapasztalt, akkor azt kellett kiírja magából, hogy szinte reményvesztette a magyarság. A himnusz a maga 8 verszakával tulajdonképpen egy imádságnak tekinthető, hogyha szakrális síkon nézzük. Ha viszont a megközelítésünk evilági, akkor lehet akár egy védőbeszédként is értékelni, amit akár egy jó ügyvéd vagy egy szószóló írhatott volna le. Mindannyian ismerjük a művet, ugye az első verszak is, illetve az utolsó verszak is, ugye keretes költeményként Isten megszólítása, és a közbülső verszakokban utal vissza a történelem általam már említett vérzivataros évszázadaira. Egyben a közbülső verszakokkal igazolja azt, hogy miért érdemli meg a mi nemzetünk, a mi hazánk azt, hogy a Jóisten segítsen rajtunk. Ennél jobban semmilyen más költemény nem fejezi ki azt az életérzést, amit az összmagyarságra el lehet mondani, ami tulajdonképpen úgy lehetne összegezni, hogy a hús magyar sors. A magyar ember sajnos, mondjuk ki, alapvetően pesszimista. Amikor mi a jövőnket tervezzük, akkor alapvetően saját magunkkal kell megbirkóznunk, saját magunkban kell megküzdenünk azzal a kis hitűséggel, ami valahol minden magyar emberben szinte kódoltan ott van. És amikor újra és újra elolvassuk a himnuszt, akkor megértjük, végigéljük azt, hogy Kölcsey is ezt a pesszimizmust miként élte át. Vannak különböző olyan kulcsszavak a műben, ami azt gondolom, hogy minden magyar ember számára rendkívül fontosak, hogyha képesek nemzetben, hazában gondolkodni. Maga a hazaszó ugye háromszor is szerepel, viszont negatív kontextusban egyfajta hontalanságot sugároz. Hontalanságot, mert a magyar ember a Kárpát-medencén kívül ma sem lelé honnyát a hazában, hiszen sajnos az 1920. július 4-i trianoni békediktátum miatt nem szenvedett el még egy nemzet akkora sorstragédiát, hogy egy népnek, jelesül a magyar népnek a nagy része egy mások által mesterségesen meghúzott határ túloldalára került, és ezek a magyar testvéreink nap mint nap kell, hogy szembesüljenek azzal, hogy milyen nehéz megélni azt, ami számunkra, anyaországi magyarok számára egyértelmű, hogy magyarok. Nekik nap mint nap kell felvállalni azt a küzdelmet, hogy a magyar identitásukat vállalni tudják. Amikor minden évben, január 22-én a Kultúra napján a magyar kultúrára, annak gazdagságára hívjuk fel a figyelmet, akkor hangsúlyozni kell azt is, hogy a himnusz mindannyiunk közös nemzeti imádsága, egyben a közös összetartozásunkat is szimbolizálja, és ebbe az összetartozásba természetesen beleértendő minden magyar ember bárhol is éljen az egész világon. Számomra a polgármesterként pedig azért is kedves ezen a napon néhány gondolatot ejtenem, mert nagyon kevés olyan település van Magyarországon, amely a területi nagysága, illetve lakosság száma ellenére
olyan gazdag kulturális életet tud felmutatni, mint Devecse. Hogyha körbenézek itt a teremben ülők között, számos olyan embert látok, aki velem együtt nagyon fontosnak tartja azt, hogy ne csak átélje a kultúrát, hanem megpróbálja továbbadni azt embertársainak, illetve természetesen a felnövekvő nemzedéknek is. Ez egyfajta küldetés, hiszen a magyar nyelv és a magyar kultúra csak akkor marad meg, hogyha tovább örökítjük utódainkra. És ezen a napon, amellett, hogy szót szólunk a magyar kultúra gazdagságáról, szót kell emelni azokért az emberekért is, akik mindennapi áldozatos munkájukkal mindent megtesznek azért, hogy a gazdag magyar kultúrkincset átörökítsék, továbbadják. Én a magam részéről minden közművelődési kollégának, a város minden olyan polgárának, aki a mindennapokban is tesz a kultúra népszerűsítéséért, szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mondani, és ez az áldozatos munkához a továbbiakban is jó egészséget kívánni. És olyan nem szeretném, hogyha ezen a napon főszerepet játszanék. Ez a mai nap egy remek alkalom arra, hogy Cejdi József tanár úr legújabb kötetét is bemutassuk. És azt gondolom, hogy tanár úrnak van még számos olyan információja, amit meg tud osztani ma önökkel. Én azt gondolom, hogy lesznek új információk is. Úgyhogy én a magam részéről megköszönöm, hogy ilyen sokan fontosnak tartják a városunkban, hogy bár nem piros betűs ünnep a naptár szerint, de mégis nekünk valójában lelkiismereti kérdés, és mégiscsak az. És ezen a napon számomra nagyon kedves, hogy ilyen sokan együtt tudunk lenni. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunknak. Az ünnepség további részében Cejdli József új, immár 8. Somló és környéke című kötetét ismerhették meg a jelenlévők. És számomra is megtiszteltetés, hogy ezen a napon, a Kultúra napján mutathatom be azt a könyvet, amit egy éve fáradozva, de örömteli módon készítettem el. Nagyon sok segítséget kaptam nagyon sok embertől, lefőképp rokonaimtól, akik biztattak mindezen tevékenységre. Az mellett, hogy én elszórakozom rajta, mert ez egy örömteli dolog kutatni, búvárkodni, tenni valamit, az egy remek dolog. Az, hogy be is tudom mutatni, és erre van fogadókészség, képesség, hogy vannak, akik eljönnek, meghallgatnak, ez meg külön tisztelet, és természetesen újabb erőt ad ahhoz, hogy mégiscsak érdemes ezeket a dolgokat elkészíteni. Köszönöm polgármester úrnak is, aki az önkormányzat révén támogatta, mert ennek anyagi vetülete is van, és ilyen még nem volt, hogy mindjárt 100 darab egyből elkelt ebből a könyvből, úgyhogy köszönöm szépen polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy útjára indította ezt a kötetet. 8 kötet az ember életében, ez nagy dolog, kis kötetek, kis könyvek, amiket írtam, összegyűjtöttem. Mindjárt az elején, ami megszületett 2010-ben, Gárdonyi Géza és Devecse. Az ötletet egy Somogy megyei kirándulás adta, ahol Gárdonyi nyomába eredtünk, és az akkori iskola igazgató Fatali Nilike mondta, József, hát ilyet, amit itt láttunk, hallottunk, írtak, te is tudnál tenni. Megszületett az első kis könyv, amit említettem, Gárdonyi Géza és Devecse. Trombitás Veronika, kedves kolléginám, pedig egy nagyon szép rajzot készített hozzá. Mondták is a gyerekek, hogy ez Jóska bácsi mondom, nem ez Gárdonyi Géza, de ma már úgy nézek ki én is, mint Gárdonyi Géza. Tehát majdnem én is lehetnék ezen a felvételen, illetve ezen a rajzon. Utána jött 2010-ben egy eget földet megrengető katasztrófa, ami bennünket ért, aminek lassan 10. évfordulójához érkezünk. Jó tudósítóként a Veszprém megyei naplót minden egyes eseményről tájékoztattam,
és annyi anyag gyűlt össze, úgy gondoltam, hogy ezt meg kellene örökíteni, mert újságban megjelenik, elvész, össze kellene geregyézni, egybe kellene rakni. Megszületett a következő kis füzetecske végbeszélyben, nagybátyám, aki költő 5. verses kötetét jegyzi, ő közben írt egy verset, amelynek címe Végbeszédben, és kértem tőle, hogy adja nekem ennek a versnek a címét, hadd lehessen ennek a kötetnek a címe Végbeszédben. Engedte, megrázó a vers, többször érdemes elolvasni, mindig felrázza az embert. Az események mentek tovább. 2010-2011 a jó tudósító tovább írta és emlékezett az eseményekre, és annyi anyag összegyűlt, meg hát a régiből nem jutott mindenkinek, hát azt mondták, hogy csinálj belőle egy-kettőt. Így belőle egy kicsit vastagabb könyv, így született meg a Végbeszédben egy-kettő. Ment tovább az esemény 2012-2013-ban, akkor is történtek események. Ekkor viszont már nem történt annyi minden, akkor gondoltam, az újságban olvastam, hogy egyes települések adnak ki kalendáriumot. Hát mondom, Devecserbe is érdemes lenne a kalendárium, mint ilyen műfaj elindítani. Hát sikerült is, összegyűjtöttem, és már ide egyéb írásokat is beraktam, beszerkesztettem, és így született meg a Devecseri kalendárium 2013-ban, ebben már naptár is van, és nagyon sok történelmi jellegű írás, és természetesen nagybátyámnak néhány verse is ebbe belefért a kötetbe. És ha ezek a könyvek megmaradnak, már pedig megmaradnak, 10-20-30 év múlva pedig óriási forrásértékkel fognak bírni. Megjött az étvágyam. Hát mondtam, hát tudok én némi kis könyvet írni. Hát itt van még egy nagy falat, nem dolgozta fel senki, Devecser emlékhelye. Itt láttam már több szerzőtől. Hát a nyáron a tanító mit csinál, kertbe dolgozik, illetve az íróasztal mellett, itt a számítógép és a fotógépen. Lefényképeztem Devecser valamennyi emlékhelyét, kikutattam, hogy ki, mikor, hol állította és készült. És ekkor született meg a következő kis könyv, Devecseri emlékek. Érdemes, aki a múltunk iránt érdeklődik, mindent megtudhat belőle. Ez majd 10-20-30 év múlva is érték lesz azoknak, akik majd itt élnek Devecserben és kutatnak felőle. Megint jött Gárdonyi Géza, egy nagyon fontos eseménye, 150 évvel ezelőtt született, 2013-ban. Nagyon sokan sugalták, többek között Keller Péter, a Gárdonyi dédunoka, hogy Jóska, még ezt a Gárdonyit, még hogyha lehet, még tartsuk életbe. Hát sikerült, mert nagyon sok helyre hívtak bennünket Gárdonyi ügyben is, meg még mindig volt a Vörös Iszapnak kihatása, itt több alkalommal jutottunk el Egerbe, itt Simon Katalina Bognárnéval és több pedagógussal együtt, többször is jártunk Egerbe, és nagy-nagy szeretettel és tisztelettel fogadtak bennünket. Hát így született meg Gárdonyi nyomában, amely aztán részletesen megint taglalja Gárdonyi itteni tartózkodását, illetve a Somló környéki jelenlétét is. Szóval történt egy pici kis szünet, 2 év, adtam magamnak egy kis pihenést, más jellegű tevékenységet folytattam, és bekövetkezett 1956, ...nak a jeles évfordulója. Mondtam, hát nem biztos, hogy a 75-80-at ilyen erőben is, fit egészségben és szellemben megérem, éppen ezért gondoltam, hogy meg kell csinálnom Devecser 1956-os kötetét. Ez különben Vackó László tanár úr, akiről majd még a mai alkalommal szólni szeretnék, a Verrasznó Tűz című munkájában részletesen leírta 56 történéseit, én pedig összegyűjtöttem mindazokat, amikről még írás nem jelent meg, és természetesen nagybátyámnak 56-os verse is szerepel benne, illetve milyen a véletlen, Devecser kiváló pedagógusa, Heitzinger István tanár úr,
pont ebben az évben ünnepelte volna, ha élne, 100. születésnapját, és róla emlékeztünk meg, és az önkormányzat segítségével emléktáblát is avattunk. Na és most jön, amiről ma szólni fogunk. Ez régi álmom és vágyam volt, és nagyon sok minden van az asztal fiókban, ami még rendezésre vár, de ennek nagyon örülök. Ez tavaly éppen év elején indítottam ennek a gondolatát, nyáron pedig összegyűjtöttem, szerkesztettem, és elkészült. Kérdezik mindig, hogy melyik könyv számodra a legkedvesebb. Hát mindig az utolsó. Most ez áll hozzám a legközelebb. Tehát úgy érzem, hogy minőségében és tartalmában is ez már egy kicsivel magasabb fokot elért, mint az előzőek, de azt sem tagadom meg, mert azok is számomra is gondolom, hogy a helyiek számára is értékkel bír. És itt van ez a nagyon szép kötet, amely színes fotókkal tudtam most már megjelentetni, és ez az értékét is emeli. Valamint olyan írásokat gyűjtöttem össze, rengeteg volt, 100 tudósításból, írásból kellett kiválogatnom azt, a helyterjedelme miatt és anyagi vetülete miatt, amit úgy gondoltam, hogy ebbe a kötetbe bele kell tenni. Kalendárium jellegű, ami azt jelenti, hogy 2019-es rejtvény is van benne, bent van a névnaptár is, tehát egész éven át forgatható. Mert régen az antik világban a családoknál nagyon nagy könyv állomány nem volt. Egyetlen egy könyv volt, a kalendárium, amit anya, apa és a gyerekek forgattak egész éven át, és ez mindig olvasni van utal. Én úgy hiszem, hogy ez mindenki számára, aki hozzájut és lapozgatni fogja, nagyon sok értékkel fog bírni. Akkor tisztelt polgármester úr, én azt javaslom, hogy virtuálisan és az önök idejé természetesen nem rabolva, egy picit kinyitjuk a könyvet és bekukkantunk, hogy valójában én mire is hívom fel szíves figyelmüket, figyelmeteket, hogy mi az, amit érdemes lesz ebből elolvasni. A címe Somló és környéke, történeti és irodalmi utazás, elnézést, hogy itt a polgármester úrnak hátat fordítok. A híres somlói ma a kultúrának a része a szőlőművelés, a bortermelés, és amúgy a kényszőművészet, irodalom, így az élelmiszer gyártás is természetesen kultúrával bír, és ez is a kultúránknak egy szerves része. Nem tagadom, történelmi személyiségek közül legközelebb hozzám a reformkori kiemelkedő alak, Gróf Széchenyi István áll, aki 1791-ben született Bécsben, a magyart alig beszélte, de a szíve mégiscsak magyar volt. Na azért is kedvelem, mert én is a somlói bornak, a somlai bornak a kedvelője vagyok, és mint borász, elfajzott borász, illetve lovat, a feladatom, hogy a borról, a szőlőről, szárazföldön, levegőben, vízen mindig beszéljek. És ezt a mai alkalommal sem kerülhetem meg, és kerülhetem el. Gróf Széchenyi István két bort kedvelt nagyon. Az egyik volt a tokaji, és a másik pedig a somlói bor. Aztán végül is olvastam, hogy leginkább már háttérbe szorította a tokait, inkább a somlai, és a budapesti élelmiszeripari főiskolán a múzeumban őriznek egy serleget, amiből a somlai bor fogyasztotta. Három fontos műve van a Hitel, világ és stádium. A Hitel című munkájában pedig már arról ír, hogy az egyes borvidékeken típus borokat kell termelni. Hát ez sikerült is, mert a Somlóhegynek megvannak azok a kemény, testes borai, amit már a reformkorban is termesztettek és termeltek. Meg kell emlékeznünk Wolfgang Lazarusról, ez egy bécsi katona orvos volt, aki több alkalommal is megfordult itt a Somlóhegyen, és amikor a katonái betegek voltak, főleg ilyen influenzás időtáj, hát azt mondta a fiúk, gyógyszer nincsen, itt a hegy, somlói bort kell inni, és ez minden nyavajára jó.
gargarizálni lehet vele, kenőcsként lehet használni. Na és a férfi bajok vannak, arra is tökéletes, mert azt is mondta a Holgán, hogy gyógyszerként azt mondotta, hogy tej az öregeknek, és méreg a gyerekeknek. Úgyhogy majd a előadás után meg is kóstoljuk, mert van egy kedves somlói ismerősünk, barátunk, Kovács Otto, aki itt felajánlott néhány palacbort, úgyhogy ne csak beszéljünk róla, hanem meg is fogjuk ízlelni, és a nyavaját ezt a náthát el fogjuk vele kuráltatni. Somló az irodalomban. Nagyon sok költő fordult meg a hegyen, többek között Vörös Marti Mihály, aki többször tette látogatást méghozzá Cseresznyés megyei tiszti orvosnak, a vendégeként volt fent a hegyen több alkalommal, és ennek a látogatásnak örömére Tornai Tamás úrral a Tornai Pincészetben 2012-ben avattunk fel egy szép táblát, amely Vörös Marti itteni tartózkodására emlékeztet, és nem egy egyszerű egyéniség volt, aki felavatta, Prasmoszti Mihály, irodalomtörténész, aki többször is előadott itt, és ragyogó előadásban Vörös Marti és a Somló kapcsolatát mutatta be. Vörös Marti írt a jóborról, és írt a rosszborról, hát a rosszborról azt félre is tettem, azt mi nem propagáljuk, ilyen nincs is szerintem. A jóborban viszont írja, hogy rideg Somló térföldi remete, reált szál a mező lélegzete. Gyönyörűen fogalmazta meg, és hogy ez a gondolat a könyvben is szerepel. Mikszáth Kálmán, kedvencem. Jókai mellett Mikszáthot. Ma már nem olvasnak az emberek klasszikus műveket. Nosztifű esete Tóth Marival, itt a hegyen játszódik maga a történet. A film igaz, nem itt játszódik Balacsonyban. Mi történt? Pápára látogatott el Mikszáth Kálmán, Palatonfüredről érkezett, és pápán a Griff szállóban szállt meg, és ott este a Griff szállóban egy hatalmas nagy, úgy mondják, partit tartottak, nagy rendezvényt, ahol Mikszáth Kálmán pedig pohárköszöntőt mondott, egy kicsit elfáradt, mert gondolom, hogy sok volt a medű, de másnap indulni kellett fel a Somlóhegyre. Felment a Somló tetejére, majd onnét lejövett, meghált Svoboda Bencel pápai kézművesnek a pincéjénél, és ott elkvaterkáztak, és nagyon megkedvelte a bort, és mikor kilépett a pincéből, akkor látta a csodálatos, gyönyörű, szép bazalt orgonákat, és ott röpködő sólyom madarakat. És mikor hazament, ez az ötlet a Tóth Mari esete megihlette, és az egész történetet ebbe a tájba ágyazta be. Gyönyörűen írja le a somlói bazaltot és az itteni találkozás történetét. Két film is készült, egy 1937-ben, később pedig 1960-ban Gertler Viktor készítette a filmet, amely a televízió csatornákon néha fel is tűnik. Somló az irodalomban. Egyik képen látjuk a megyei könyvtárról, ő Ötvös Károly, róla nevezték el a megyei könyvtárat. Ő a Balatoni utazás című munkájában jut el ide a környékre, Somlóra, és a Somlót teljes egészében feldolgozza. Mellette pedig látjuk Hanvas Bélát. Hanvas Bélát én unokatestvérem által, Kőszegi Lajos által ismertem meg. Középiskolai tanulmányokban nem is hallottam, nem is hallottunk róla, még főiskolás koromban sem hallottam, csak jóval később. Ő Inotán dolgozott raktárusként, politikai száműzött volt, és remek alkotásokat készített, és jóval később halála után került ez a nagy közönség elé, tehát hálásak lehetünk, mert ő maga is jár több alkalommal a Somlón, és verseiben többször meg is írta a Somlóhegyet. Na hát őt viszont nem lehet kihagyni a felsorolásból. Márai Sándor élete végén azt mondják, hogy depressziós ember volt, és mikor a depresszió
eluralkodott rajta feszültségoldásként, mit gondoltok, mit gondolnak, mit fogyasztott? Somlai bort, mikor Amerikában élt, még oda is szállították neki, és fogyasztotta. Állítólag, mikor öngyilkosságot követette el, akkor is a pohárból néhány somlai cseppet véltek az akkori kutatók felvélni, és írja ezt a legszebbet, és a legjobban ő fogalmazza meg a somlói borról. A magyar legnemesebb tulajdonságok élnek. Keleti bölcsesség, nyugati műveltség van benne, Ázsia nyugalmából és Európa kíváncsiságából. Ez a legszerencsésebb keverék borban és emberben. Tehát nem csak a bor, hanem mi magyarok is ilyenek vagyunk, ilyen összetettek. Két költőóriás, róluk feltétlen meg kell emlékeznünk, hiszen a Somlóhegy töve szülöttei, Nagy László Kossuth Díjas, Ág István testvéröccse, úgy szintén ők ezer szállal kötődnek a vidékhez, a botozó fiú, Ág István még él, nagy szeretettel és empátiával vannak Somló környékéhez, és ez költészetünkben is mindig megörökítik, büszkék lehetünk rájuk. És Nagy Lászlónak egy fejszobra is itt található a könyvtárunkban, hogyha belépünk, mindig azért a szemünk egy picit feléje is irányuljon. Egy picit visszalépek. Iszkász a szülőház nagyon régóta emlékházként működik. 2015-től, 16-tól Nagy László születésének napján, évfordulóján emléknapot tartanak. 2017-ben részese voltam egy utcabeli kedves barátom, Erdély Laci, aki itt van. Ő szállított fel, és nagyon kellemes időt töltöttünk itt fent a hegyen. Az akkori vendég Sára Sándor, 79 éves, most 80. életévében van. Ő is a nyarait itt a Káli-medencében tölti. Mellette pedig a hivatalnak a vezetőasszonya, és itt oldalt pedig Nagy Lászlónak a fia, Nagy András grafikus művész, a Hitel című folyóiratnak a grafikusa. Idén nyáron még találkoztam vele, tavaly 2018-ban még ott volt édesapja emlékünnepségén, és megrökönyödve és szinte érthetetlen módon értesültem az újságból egy rövid hírből, hogy elhunyt. Méltatlanul temetették el, mert a sajtó megfeledkezett róla, és nem nagy tiszteletet kapott a művészete és az édesapja iránti tisztelet sem. Remélem, hogy ezt majd valakik pótolni fogják. Na és két személy, akiről a könyvben feltétlen meg kellett, hogy emlékezzen, Vacskó László tanár úr, aki Devecserben tanított, politikai érdemei vannak az 56-os eseményekben, és Devecser város még halál előtt polgármester úr adta át az 56-os devecseri emléklapot. Ő egy gyönyörű művel ajándékozott meg bennünket, Vonzás és varázslat Somló az irodalomban. Egy ilyen vastag kötet, ebből táplálkozom, irodalmi dolgokat forrásként mindig ebből merítek. Könyvtárban még néhány példány megtalálható. Aki érdeklődik a Somló igazi irodalma iránt, feltétlen szerezze be és olvassa. Dr. Házhabó Lajos helytörténész, pápai kutató. Hát szinte apánként tisztelem, mint egy három évtizedtel ezelőtt keresett el az iskolában, és azóta tartó a kapcsolat. Ő helytörténetkutató, a Somló és környékének 48-49-es forradalom és szabadság harcával foglalkozott, ennek a könyvének lehettem a lektora, bejártuk a Somló környéki temetőket, felkutattuk a honvédek, nemzetőröknek a sírjait, ez is egy kötetben szerepel. Hát ők most onnél föntről remélem, hogy letekintenek ránk, és örülnek, hogy ők is még mindig alkotásaikkal jelen vannak itt a történelmünkben. Megint ugrott a kép, terésznapi szület. A hegytörvény, ami a Somló hegyen
létezett az 1800-as évek végén, 1900-as években. Terézs napjától, szeretett nagynéném, keresztanyám, szintén Terézs, a család mindig e napon szokott elindulni, szüretelni, és akkor kezdtük el a szüretet. Igaz, hogy a globális felmelegedés következtében előre jött a szüret, és a borok már szinte szeptemberben ihatók és fogyaszthatók, de helyen mégis van olyan család, illetve vannak olyan családok, akik betartják terésnapot, ilyen Kovács Otto és családja, akik már túl vannak a szüreten, vagy éppenséggel egy jó ebéd utáni állapot, és az ottani szüretelők vidám csoportját sikerült itt Lencsevédre kapni. Picit lépjünk ki, mert ugye a könyv címe Somló és környék, egy picit elutazunk Sümegre. Sümegnek a kiváló polgármestere Ramazetter Vince volt, akit nagyon kedveltek és nagyon szerettek, adakozó ember volt, gyermekük nem volt, feleségével együtt mecénáltak, és volt nekik egy kis képfestő üzemük. Ebből elég jól megélt a család, és egy alkalommal, vagy több alkalommal Franciaországban, Németországban járt Ramazetter Vince, és látta, hogy ott a német borok milyen kelentőek, egy-két liter magyar bor is valahogy oda került, és akkor elhatározta, hát kérem, nekünk nem képestő üzemet kell üzemeltetnünk, hanem szőlőt kell termesztenünk, hát a Sümegi hegy nem jó, a Csabrendeki hegy nem jó, egy picivel távolabb, Sümegből lehet is látni. Somlón itt vásárolt nagyobb területet, és találtam egy olyan képet, ami pontosan az ő pincéjüket ábrázolja. Somlói pikniken a Devecseri őszi fénynyugdíjastunk, ez 2017 nyara. Sósék voltak azok, akik vendégségbe hívták a szeretett nyugdíjas klub tagjait, akik reggeltől késő délutánig estében nyúló pikniken vettek részt. Ezt a pikniket jelenlétével megtisztelte polgármester úr is, aki itt mosolygós állapotban van, és a hangja is remek volt, nem olyan, mint most, de majd egy Somlaival segít rajta. Ragyogó bográcsot készítettek az asszonyok. Ők már reggel fölmentek, sütöttek, készítettek mindent. Mire mi odaértünk, mi már a készre megterített asztalra. Szeretem én is a jó kis kvaterkát, a jó kis beszélgetést, a jó kis somlai bort, amikor jó testes. Hát az asszonyok is ugye ettek, ittak, no és természetesen ilyenkor az ember dalra fakad. Hát abból se volt hiány, mert ezek az asszonyok csalogány hangon gyönyörűen énekeltek. Tele énekeltük akkor a Somló hegyet így Union Style, hát ezt tessenek tovább is tartani, és hívjanak meg, de mi megyünk. Megint ugrott a készülék. Na most visszajövünk a hegy tetejére, a kilátóba. A kilátóból gyönyörű a kilátás, tiszta időben. Egy kör panoráma tárul elénk. Ez a épületnek a nagy szorgalmazója dr. Sándor Károly Somló atya volt, és a figyelmet Vackó Laci bácsi írta fel, hogy milyen remek ember volt. 1936-ban egy ellenzéki pártnak volt a tagja, és ennek a vidéknek, Somló és környékének, Devecsernek volt a képviselője, és tisztelt polgármester úr, azt nem tudom, hogy tetszik-e tudni, tudod-e, hogy Devecser városnak a diszpolgára is, tehát a diszpolgárok sorában ott találjuk őt, Amerikába került, New Yorkba halt meg. Egy kolléganőmet kértem, aki New Yorkba fiánál tett látogatást, elég magas pozícióban, próbálja kikutatni, hogy hol, melyik temetőben nyugszik, hát mondja, hogy ezt lehetetlen kikutatni, de legközelebb megy, akkor azt mondja, hogy ez az egyik fontos feladata. Mennyasszony Istvánról meg kell emlékeznünk, ő volt, aki 1938-ra megépítette a kilátót. A kilátónak akkori neve Szent István kilátó, ugyanis a kilátó Szent István király halálának 900. évfordulójára készült el. Egy alkalommal itt volt Jeszenszky professzor is, elmondta nekem, hogy miért építették ezeket a tornyokat. Ezek gyakorlatilag turistaházként működtek, a Trianont követően a turista hálózat összeszűkült, kevesen voltak ezek az épületek, a menedékházak,
és ekkor határozták el, hogy ide a Somlók tetejére is építeni kell. Különben Megyeszai István ezer szállal kötődik Veszprémegyéhez, ugyanis a Veszprémi Petőfi Színháznak az épületének is ő volt a tervező mérnöke. 1938-at írunk, kaptam egy kedves hőtől egy régi újságot, ami a Képes Pesti Hírlap 1938. augusztus 2-i száma. Ezt valaki eredetivel akarja látni, fel kell venni a Somló tetejére a kilátóba, akkor mutatják meg neki a képet, hogyha előtte iszik egy pici kis borocskát, vagy ha az nem iszik neki egy kis pálinkát, akkor beviszik egy szobába, és ott megmutatják neki. Ezen a képen látjuk József főherceget, és itt a kopaszodó úr pedig Stolpa József, az akkori vallás és közoktatás ügyminisztere, értsd és mondd, 10 000 ember jelenlétében adták át ezt a tornyot. És egy picit most szégyenkeznünk kell, mert a évfordulón, a 80. évfordulón megszámoltam, mindössze 80-an voltunk jelen a kilátónak a 80. születésnapján. Dr. Jeszenszky Géza professzor úr, az RTL kormány külügyminisztere és Demecserben is többször előadást tartó történész, volt, aki történelmi megemlékezést tartott, talán mellette sokan felismerik Pap Mihályt, dobai ragyogó szöllőtermelőt és borást. Ők voltak feleségével, együtt Ilonka nénivel évtizedeken keresztül a kilátó toronynak a vezetői. Mellette pedig egy dobai urat látunk, azért vettem ide a fénykép közé, Hajas Tibor a neve, odafordult hozzám és azt mondta, Jóska, egy érdekes dolgot szeretnék neked, önnek elárulni. Mondom, mi az? Azt mondta, én is itt voltam 1938-ban a avaton. Jaj, mondom. De azt mondja, nem élő valóságom van ám még, hanem édes anyám szíve alatt akkor volt velem áldott állapotban. Na mondom, erre iszunk. Még egy kis türelmet lassan, majd a végére érek ám. Ez egy nagyon kedves kép, Tomor László tanárurat látjuk, aki Pusztamicske szülötte, mellette pedig az utcabeli Erdélyi László, aki az utókornak sikerült megörökítenem, ő is a 80-ak közt volt. Tomor Lászlóról viszont nem tudtam, építész tanár mérnök, hogy a hegynek így nagy szerelmese és tudója, térképet készített, és ott mindjárt be is mutatta fölvételünket a toronyba, és bemutatta azt a sok-sok látnivalót. Tiszta idő volt akkor szerencsénkre, és még átláttunk az Alpok aljáig is. A mellette lévő hölgy pedig most a kilátónak a üzemeltetője, Benedek Andi valamikor így tanítóként így tanította iskolába. A helyének az egyik jeles alakjatán sokan ismerik Naváki Lajos, Devecseri plébános, aki a Somlóhegy Bizottságnak volt az elnöke, és polgári életnek kiválósága volt, látjuk, hogy mennyi éremmel van kitüntetve. Ő volt az a személy, aki Stolpától, illetve József hercegtől átvehette a kilátó toronynak a kulcsát. Meg kell emlékeznünk erről a pap költőről is, Pauer Antalról, aki Kolontáron született, Devecserben nem volt plébános. Életének utolsó évtizedeiben Nagybázsonyban dolgozott plébánosként. Fiatal korában már verselgetett, elkészült az első kötete, amelynek címe a Csobánc tetejéről látta meg a Somlót, és halál előtt néhány évvel azzal kereste meg Devecser akkori önkormányzatát, hogy szeretné ismét ezt a könyvet megjelentetni, kiadatni, megtörtént, és Trombitás Veronika, aki pedig gyönyörű szép rajzokkal illusztrálta a kötetet, tehát el is az értékeink közt van számba tartva, hát aki érdeklődik iránta a könyvtárban még található belőle. Boldizsár Zsolt a Somló festője.
Hordi Zsolt egy ifjú ember Somlószöllősről került hozzánk, és a gyönyörű szép somlói tájképeivel a festészet remekeit állította ki egy évvel ezelőtt, és a megnyitóját pedig a budapesti 9. kerületnek a polgármestere nyitotta meg, Bácskai Zsolt. És mikor beszélgettem vele, azt mondta nekem, tudom-e, hogy mi a kapcsolat a 9. kerület, mi a kapcsolat ő, a Bolti Zsár Zsolt és a legnagyobb magyar gróf Széchenyi között. Hú, mondom, a 700-át, hát kemény kérdést adom, de én fölkészültem. Mert szerencsém volt, előtte való napokban olvastam el, hogy a 9. kerületnek volt gróf Széchenyi István a lakója, és mikor épült a Lánchíd, én mindig onnét figyelte, egy alkalommal igaz bele is potyan, de jó úszó volt, ki tudott úszni, hát mondom, akkor ez megvan. A Bolti Zsár Zsolt itt van, a Somlai Bort kedvelte, most már csak az volt a kérdés, hogy maga a polgármester hogyan illik bele a képbe, de azt meg előtte elmondta a megnyitón, hogy itt van neki szőlője, Bolti Zsár Zsolt mellett. És azt mondta, uram, ötös. A felkészületlenül nem jövünk sehova. Megint egy picire lejjebb, még egy nagyon pici türelmet, aztán végére érünk az utazásnak, Somlószöllős. A hegy lábánál ez a kép Döbröntei Gábort ábrázolja, mellette pedig Lesenyei Márta, az a szobrász, aki a Tevecseri emléktáblát, a Gárdonyi emléktáblát készítette. Döbröntei a Tudományos Akadémiának titkára is volt, és amiért én különösképpen becsülöm és szeretem Donál kollégámmal együtt, tehát kevesen tudják, hogy a történelem szavunk ez is Döbröntei Gábornak a szüleménye, ugye a Kazinczy a nyelvújító sok mindent újított és sok dolgot adott, de ezt a szót, hogy történelem, história, ezt neki köszönhetjük. Na és erről a hölgyről meg kell emlékezni. Igaz, hogy egy kicsit a Somlótól már távolabb van a Kissomló tövében Dukai Takácsi Judit. Kevésbé ismert, de hál' Istennek most éli reneszánszát, különben a kiskápolnája és a kriptája ott a csendes temetőben nyugszik. Több alkalommal tett nála látogatást Berzsenyi, akiről polgármester úr is szólt. Berzsenyinek a rokona volt ez a kis hölgy, mert ennek az unoka testvére a Berzsenyinek a felesége volt, tehát szövevények a családi dolog. És mikor megtudták, hogy írogat Malvini néven, és akkor felolvasták, a vers eljutott Kazinczy Ferenchez is, hát aki elájult, mondta, hogy itt a Somló tövében hölgy ilyen verseket tud írni. Megtudta ezt festetni Staciló kesztelyén, és akkor már élt a Helikon Fesztivál, ahova a Kohlernak a kiváló költőit hívták meg, és így jutott el Dukai Takács Judit egyedüli hölgy költőként, és mindig nagy ováció fogadta, mikor Berzsenyi oldalán megjelent kesztelyen. Ez egy érdekes történet. El a férfiú Somlószöllőshöz kötődik, Zicsi Ferraris Manó, jóképű ember. Mindjárt mutatom a feleségét, csodálatos. Angliából származik a kedves felesége, és itt látható egy út szépség, ő nem más, mint Charlotte asszony, és megtaláltam az interneten nyáron hosszú véletlen kutogatás során ezt a képet, és megtaláltam az alkotóját is, aki nem más, mint Sir Francis Grant, az angol arisztokrácia divatos festője. Találkozom a somlószöllősi polgármesterrel, mutatom, azt mondja, erről még nem is hallott. Na mondom, akkor az értéktáratokba ez feltétlen vegyétek le. Mi történt ezzel a szépséges asszonnyal? Szerette ezt a Ferraris Manót, de mégis jött egy ifjú, Andrási Manó nevezetű, vadászó, utazó ember. Azt mondta a férjének, hát ne haragudj,
ez a fiatal ember megdobogtatta a szívemet, Indiába utazok veled. Vele. Hát anyukám, ha így gondolod, de Indiát. Indiába mentek már somiért is, hát ha te így gondolod. Hát kérem szépen, néhány hónap után visszajönnek egyedül. Az András is, ő is. Hát mi van? Hát elillant a szerelem, de tragédiával fog végződni, mert ez a szép, csodálatos, szerelmetes asszony gyilkos lett. De a férj milyen becsületes volt, tisztességgel eltemette, nem is akárhol, Budapesten a Kálvin téri református templomnak az aljpincéjében. Hosszú ideig, évtizedeken keresztül senki nem tudta, hogy ez az asszony ott nyugszik. A pincét renoválták, el volt falazva, a falat kibontották, és a fal mögül előkerült ez a gyönyörű, szép szarkofág, ez a gyönyörű síremlék. Hát ez érdemes lesz egy utazás alkalmával, hogyha felmegyünk Budapestre ezt megtekinteni és megnézni, nagyon szép. Maga a férj pedig itt a romjaiban heverő Zicsi kastélynak az aljfalába van eltemetve, ott már be van mohosodva, majd nyáron egy-két gyerekkel elmegyünk és kitisztítjuk, mert emléket állítunk neki, és még azt jegyezték fel erről a manóról, mert nagyon szerette a fiatal hölgyeket, kicsit csintalan lehetett, hogy a Anna Páloknak résztvevője volt, és addig, még Manó nem érkezett meg, addig a nyitó táncot nem kezdték el. Egy kis kitérő, egy nagyon aranyos, idős pedagógus házaspárnak a kislánya, a Kosár Anikó Kártalanfáról, aki főiskolai tanulmányait a vendéglátóipari főiskolán írta, és felkeresett, hogy adjak neki hatható segítséget Csomóról. Megmutattam neki, kiket kell felkeresni, melyik pincéket. Itt mondtam el Mátrényi Mester Katalinnak, Csomóország 1-2 köteti, vele is találkozott, és egy nagyon szép dolgozatot készítette, és egyet bekötve a kincsei között tartok. Hát gondoltam, hogy meg kell róla emlékezni. A hegyen, júniusban, Szent Ivány éjszakáján tüzek gyúlnak. Hemseg az emberektől, a borívóktól a hegy. Felfelé menet mindenki egyenes. Mikor reggel jövünk hazafelé, van, aki megölelte akarót vagy akatót, de ott már ilyen himbálózó emberek is felfel tűnnek, hát így volt ez idén is. A Tornai Pincészeti, na ez nem a reklám helye, itt viszont kitalálták, hogy ne somlai bort igyanak, mert somlai bor az drága, meg együttelt, ha valaki magához vesz, akkor ott már infúziót is kell mellé adni, fröccsöt. Kitalálták, hogy fröccsöt igyanak. Hát meghirdették a fröccs ivó verseny, ez egy liternyi. Hogy a fröccs és a szódavíz is magyar találmány, ezt pedig múltkor olvastam, hogy Vörösmarty Mihály Fóti pincéjébe látogatott el Jedlik Ányos, a kiváló szerzetes, a Dinamo feltalálója, és közben pedig elkészítette a szénsavat, a vizet. Hát elég kemény bor volt ott Fóton, és már mindenki egy kicsit már úgy majdnem asztalon lábcsúszott, ekkor mondta egy Jedlik Ányos, na fiúk, most jön a józanító. Most hoztam nektek olyan italt, ezzel fogjuk vegyíteni a bort, és bele spriccentek, ebből lett a spritz. Aztán később lett belőle a fröccs, a kismester, nagymester, stb. És ennek pedig nagy örömére már több pince is azon fáradozik, hogy országos szintű fröccsivó versenyt akarnak szervezni. Egy nagyon kellemes élményben volt a nyáron részünk. Rokon gyerekek voltak Budapestről, Szombathelyről, és az Ifjúság utca belé fiatal házaspár, talán sokan felismerik, az Ifjúság utcából a Molnár házaspár Tóni és kedves felesége Zsuzsa. Egy alkalommal elhatározták, hogy Devecser város füstös levegőjéből egy kicsit távolabbi hegyi levegőt szivandó módon tanyasi életet teremtenek. Hát néhány év alatt egy olyan gyönyörű
farmot hoztak létre a természet tanács ülén. Többször hívtak bennünket, hát most kerültünk oda. A gyerekek nagyon nagy élményet értek haza, a vendéglátóink úgy szintén, és ők elmondták, hogy mindenkit, aki beszeretne nézni e farmra, nagyon nagy szeretettel várnak. A boccaszörpük kiváló, a bundás kenyerük meg mind elfogyott. Hát emlékezzünk meg a leveserről, ha már szóltunk. A Rotary Ház helyt ad a somló bemutató kis kiállításunknak is, ennek Boldizsár Zsolt a gondnoka és elkezdett gyűjtője. Gárdonyi Kézáról, őróla már nagyon sokat említettünk. Pontosan egy éve ezen a napon alakult meg a emléktársaság, amelynek fő mozgató rugója Német Ernő nyugalmazott igazgató úr, Simon Kati Bognár, még polgármester úr, aki szintén ennek az ügynek a lelkes támogatója volt, és a két személy feltétlen, a dédunoka és Varga professzor úr, akinek tanítványa volt a polgármester úr, úgyhogy egymás múltkor le is vizsgáztatták. Hát nagy örömünkre élő a kapcsolat Egerrel, oda-vissza, talán azt elárulhatom, mikor volt ez a közös éneklés, annyira baráti hangulat keveredett, de legfőképp másnap, mikor igazán megviselhették a somlai bort, és még a somlai dal is fölcsendült, óvatlan pillanatban, lehet, hogy már meggondolták azóta, de nem hiszem, Katalinnak megküldték a kérés, hogy szeretettel várnak bennünket egy feltáj mesteri nagy-nagy vendéglátásra. Ott többek között mondtam, hogy én a Szépasszonyok völgyébe szeretnék eljutni, és pont örömünkre az első est a Szépasszonyok völgye lesz. Na, menjünk tovább. Na, még egy kis türelmet aztán hagyom. Doba. A dobai kastély szépségében pompázik. Itt viszont nagyon érdekes a történelmi összhang az erdődiek és a festeticsek között. Erdődi Kajetán, ez Károlyt jelent utána, néztem, építette meg a somló vári dombra, ahol ez található, ezt az építményt, és megtaláltam az építésznek a festményét is, ezt meg a Szépművészeti Múzeumon keresztül kutattam, írtam egy levelet, és megmondták, hogy internet melyik részén jön el. Egy kapu kinyílik, jön a következő, tehát minden egy festmény egy újabbat hoz elég. Itt van a kedves leányzó, és mellette pedig az idősebb úr, második Festetics György, aki Vasvárnak volt jeles történelmi személye, és egy ottani kutató interneten találta meg, és ő pedig elküldte nekem mindkét személynek a halotti egy átjelentését. Itt van Gróf Festetics György, 68 éves korában, 1815-ben hunyt el. Somlóvidéki hírlap, Somlóvidéki hírlap, Devecserben kezdődött ugye a pályája. Váti Feri bácsi volt, aki annak idején felkutatta a Somlóvidék történetét, és találtuk meg a régi fényképet is, mind ő, mind fia a régi temetőben nyugszanak. Na és most már lassan tényleg a vége felé érünk. Nyáron egy nagyon érdekes dologra tettem fel, ezzel pedig Kolontárhoz közeli település Lőrinte puszta, amely nagy birtokkal rendelkezett. Az itteni 48-49-es honvédek Bezerédiek voltak a tulajdonosok, majd a Bezerédiek kihalta után Ihász Lajos volt, itt látjuk a képen, aki a birtokot megvásárolta. Ennen a képen pedig Lőrinte puszta egyik szépségét látjuk Ihász Lajosnak a feleségét, Jókai Etelka, aki maga is írogatott, és nem akárki volt ő, hanem az írónak, Jókai Bornak az unoka huga. Tehát, hogy micsoda
érdekes dolgok vannak, hogy milyen híronk személyiségek vettek bennünket körül. És ez a házaspár magához fogadta ezt az ifjú embert, méghozzá Ihász Miklóst, akit középen látunk. Anyja-apja meghalt. Ezen a képen, a 18 éves kori érettségi képen látható, itt van vendégségben, itt pedig már az idősödő embert látjuk. Ő Devecserhez fűződik, gazdasági téren sokat tett Devecserét, illetve Kolontáron. Valamint a Jókai Mór palatonfüredi villáját elkútja vetélték, a értékeket száz felé hordták, és ő volt az, aki újra összekerenyészte, és ma csodálatos szépségében látható. Na, ez az asszony megint érdekes. Szintén ehhez a családhoz kötődik, Peti Józsefné, Váli Mari, ő szintén Jókai rokon, férje, gyereke meghalt, és ezt követően az Ihász családnál Lőrinte pusztán, illetve Jókai Mórnak a háztartását vezette, ő maga is verselt ír, 1955-ben emlékirataiban örökítette meg Jókait, és Jókait, mint más embert ismerhetünk meg a leírásából. A helynek a kilátójának a névadója Szent István, volt Szent István, Petőfi kilátó, és újra ez. Ezt a szép képet ajándékba adta a székesfehérvári festőművész Simon M. Veronika, iskolával őriztük. Na és még záróképpen, egy picit távolabb haladva Nyirád irányába, mikor Nyirádon gyorsan átsuhanunk, tessenek a Tapolca irányába haladva az autót lelassítani, és ahol van az a négy gyönyörű szép fa, egy kis ligetet alkot, mellette van egy hűs vizet adó forrás, és mellette van egy nagyon szép szobor, mindjárt fogom mutatni, Sziszi. Azért tettem bele a könyvben, hogy erről is tudjunk, és most volt a halálának évfordulója is, ez a könnyetlen ember a Delfi tónál, ez a Luigi olasz a Habsburg ellenes ember gyilkolta meg egy rásfolyjal. Különben azért meakulpázott ez a fiatal hölgy, mert állítólag nagyon sok kis kaland is szövődött patyányakot, de legkőbbképp a miniszterelnököt, Andrássy Gyula grófot helyezte előtérbe. Hát ezt is érdemes lenne kinyomozni. Na és akkor itt van ez a szép szobor. Na és hogy miért jelentős ez a szobor? Azért, mert Magyarországon, mikor elrendelte az akkori kormány, hogy minden település, mindenütt állítson Sziszi szobrot, a nyirádiak voltak az elsők, akik állították, de aztán az ottani iskola igazgatónő a szarvaimat letörte, mondta, hogy a történet az volt, hogy itt állt meg Bizeti volt, stb. Nem is járt még ezen a vidéken, környéken se, de legenda megmaradt, és így él. A rendezvény végén Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte a kisváros kulturális területén dolgozókat, s az önkormányzat ajándékával köszönte meg munkájukat.